Május 1-én szerdán egész nap várják az érdeklődőket Csornán a Szent István téren. Antal Krisztián képviselő elmondta, a mai Alice Star vendége a Unik együttes lesz. 2014 előtt az általános csornai közvélemény az volt, hogy Csornán nem történik sose semmi, nincsenek megfelelő programok, nem lehet rendesen kikapcsolódni. A városvezetés éppen ezért kiemelt prioritásként kezelte, kiemelt feladatként kezelte a rendezvények szervezését, és éppen ezért találtuk ki, hogy legyen minden évben egy városnap, amelyen kicsik és nagyok egyaránt jól tudják érezni magukat. Ezek a városnapok nagyon jól sikerülnek, idén már 5. alkalommal fogjuk megszervezni. Ezen kívül próbálunk apróbb eseményekkel, apróbb rendezvényekkel is kicsábítani az embereket a városba. Ilyen a nemrég megtartott húsvéti állatsimogató rendezvény, amely idén palacsintasütéssel történt, illetve ilyen a adventi gyertyagyújtások, vagy a gyermeknap, vagy a majális. Tavaly megpróbáltunk egy nagyobb gyermeknapot összehozni, inkább arra fókuszáltunk, idén viszont úgy döntöttünk, hogy megszervezzük rendesen a május 1-én a majálist is, és később a gyermeknapot is. A majális helyszíne változni fog, ugyanis a Premontrei Park területén megkezdődtek a felújítási munkálatok, amelynek következtében más helyszínt kellett találnunk. Nyilván a legjobb a belváros, ezért döntöttünk úgy, hogy a művelődési központ előtti utat fogjuk lezárni, és itt fogjuk felállítani a színpadot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Gazdapolttól egészen a plébániáig fog tartani a rendezvény helyszíne, ahol lesz egy nagyon jó majálisi forgatag, gyermekjátékokkal, óriás hintával, egyéb eszközökkel várjuk a kicsiket, illetve a nagyokra is gondolva megfelelő koncerteket is szervezünk. Fellép a Hello Kids zenekar, a Neoton Party Band és a Unix zenekar is. Úgy gondolom, hogy az idei majálisnak a programja méltó Csornavároshoz. Meg fogják találni a kicsik és a nagyok is a számításaikat. Bízom abban, hogy az időjárás is megfelelő lesz, és így minden adott ahhoz, hogy egy újabb fergeteges napot tudjunk eltölteni itt kint a város központban.